Az elmúlt hétvégén a Tisza-kárpátaljai vízgyűjtő területén 3 nap alatt közel 150 mm csapadék hullott, amelynek következtében a tiszabecsi határszelvényben 5,5 méterrel megemelkedett a folyó vízszintje. Az elmúlt 2 évben nem volt hasonló nagyságú árhullám, amely miatt 87 kilométeres szakaszon másodfokú készültséget rendelt el az igazgatóság. Hétfőn a Feti vízig 82 munkatársa felügyelte az árhullám levonulását. Jelenleg Vásárosnamény fölött másodfokú árvízvédelmi készültséget tartunk fenn. Ez azt jelenti, hogy Tiszabecsnél és Tivadarnál ezen vízmércéknél haladta meg a vízállás a másodfokú készültségi szintet. Alapvetően a készültségi fokozatnak megfelelő figyelőszolgálat van jelenleg érvényben. Itt a kollégáim folyamatosan járőröznek, és figyelik a töltések mentén a árvízi jelenségeket, és hogyha szükség van rá, akkor természetesen beavatkoznak. Ez idáig el lehet mondani, hogy a töltések természetesen bírják a jelenlegi víznyomást, hiszen nem ilyen vízszintekre vannak kiépítve. A Tisza hétfőn Tivadarnál tetőzött, a szakember elmondása szerint, amennyiben a vízgyűjtő területről nem kap utánpótlást a folyó, a következő napokban már csak elsőfokú készültségre lesz szükség, és a hét második felére le is vonul az árhullám a felső Tiszán. Az árvízveszélyt a jövőben jelentősen csökkenti majd a beregi víztározó, amelyet csütörtökön adnak át. A közel 60 négyzetkilométeres árapasztó tározó szükség esetén 58 millió köbméter vizet képes befogadni.